Az évek óta ismétlődő hagyományos gyermeknapi programok helyett az idén újszerű kínálattal jelentkezett két kecskeméti kultúra szervező és közvetítő intézmény. A Híres Agóra és a Ciroka Bábszínház jóvoltából kreatív játékok sorozata várta a gyermekeket és szüleiket, hogy a két nap során megismerjék és használják a sok esetben nosztalgiát ébresztő eszközöket. A hűvös, időként kellemetlenül esős időjárás ellenére sokan voltak kíváncsiak a kecskeméti gyermeknap rendezvényeire. Az eseményről Molnár H. Boglárka és Bárány István készített összefoglalót. Kipróbálásra ingerlő fából készült régi játékok lepték el a deákteret a gyermeknapi program nyitányán. A Híres Agóra és a Ciroka Bábszínház által szervezett kétnapos gyereknap egyik különleges helyszínét a Szivárvány játéktár varázsolta a térre. A játékanimátorok visszarepítették közönségüket jó pár évtizeddel ezelőttre, amikor még nagy népszerűsége volt a fából készült játékoknak. Nagyon fontosak nálunk a fából készült játékok, és hát maga a játékszabály, amit magával hoz, a tapintása az, hogy egy új életet ad a fának, amit újra használunk, és a játék öröme az a legfontosabb. Ezek stratégiai játékok, tehát mindenféleképpen azért fontos, mert le lehet győzni a másikat, és rögtön olyan azonnali reakciót kap az ember, amilyet általában ilyen számítógép nyomogatás közben nem kap meg. Tehát itt ez egy nagyon fontos dolog. Fontos dolog az, hogy használjuk az eszünket, a józan eszünket, de mindig egy kicsit ravasznak kell lenni, és az előbb játszott itt egy kisfiú, amikor az Ági azt mondta neki, hogy ne csak a saját lépésedet nézd, hanem a másikét is, és ne csak annak megfelelően játszál, ahogy te stratégiát alakítasz, hanem figyeld az ellenfélét. A társszervező Ciroka Bábszínház is kivette a részét a kétnapos gyermeknap programjaiból. Munkájuk eredményeként a Deák tér szombaton egy több helyszínes királysággá alakult át. Itt a Deák téren egy királyságot hoztunk létre, különböző helyszínei vannak ennek a királyságnak, van egy kertvárosunk, ahol teregetni lehet, illetve virágokat ültetni, van egy malmunk, ahol az ügyes molnár segédek, a lisztes mákos és rozsoszsákokat cipeli, van egy focipályánk, illetve van egy fogadónk, ahol a gyerekek megterítik az asztalokat, ezek mind ügyességi, gyorsasági játékok, illetve van egy királyi hangtárunk is, ahol zenélni lehet, és két olyan képtár is várja az ide látogatókat, ahol emlékképet lehet készíteni. Én nagyon bízunk abban, hogy ezek a játékok meghozzák a kedvet szülőknek, gyerekeknek, hogy együtt játszanak, hogy közös élményekre tegyenek szert, illetve, hogy ismerettségek, vagy akár barátságok is szövődjenek, szülessenek itt a helyszínen. Ami itt látható, különböző előadásainknak a díszletei és kellékei, és maga a hangtár az tulajdonképpen a Hamupipőke című előadásunkból van. Ezek műanyag PVC csövek, amit a vízvezetékszerelők használnak, ezek be vannak hangolva oly módon, hogy különböző hosszúságúak, és ezáltal különböző hangfekvéssel bírnak, és nagyon izgalmasan lehet zenélni rajta, és tulajdonképpen az a legklasszabb, hogy bárki tud zenélni, tehát nem kell hozzá semmilyen tehetség, illetve zenei érzék, egyszerűen csak ütni kell. Barta Dóra, a Híres Agóra ügyvezetője elmondta, hogy a gyermeknapra a lehető legszínesebb kínálattal és gazdag programmal készültek. Fontos volt a kreativitás és annak a lehetősége, hogy a Kecskemét belvárosában végig sétáló családok gyermekeikkel szinte minden centiméteren találjanak valami olyan lehetőséget, játékra, élményszerzésre, ami kapcsolódhat a gyereknaphoz, vagy mondjuk egy családi közös programhoz. Természetesen a lehetőség, hogy ilyen nagy területen tudunk elterjeszkedni gyakorlatilag, az együttműködésnek is köszönhető. A Ciroka Bábszínházat hívtuk társszervezőként vendégül ebbe a programsorba, és nagyon jó
szövetség kapcsán. Összetettünk mindent, ami a Hírös Agóra és a Círok Kabáb Színházban egy ilyen szabadtéri gyermeknaphoz ideális eseménysort ki tud rakni. Az egyik kedvencem a mögöttem látható kisház falvacskánk. A 3-4 éves korosztálynak, 5 éves korosztálynak csodálatos kis játszótere. Télen már megismerhették a gyerekek, és most bővültünk, fejlődik a város, úgyhogy itt van mögöttünk már egyre több házikóval rendelkezünk, illetve van egyik kedvenc programom, a kisfaház, amit azért hoztunk ki, hogy azok a gyerekek, akik szeretnek festeni, vagy szeretik a kéznyomukat ott hagyni valamin, azoknak legyen két napig is lehetőségük arra, kifessenek egy teljes házat. Ez a ház demonstrálni fogja a kecskeméti kreatív fiataloknak azt a játékos és színes világát, amit szerintem egy különleges adottság itt. Tradíciónak és az innovációnak könnyen lehet partnersége egymás mellett, egy időben és egy térben összehozottan. És hát én azt gondolom, hogy mindenki, aki ma él, az tudja jól, hogy a mai trendeknek megfelelő szórakozásokat keres, és aztán, amint megtalálja ezeket, abban a pillanatban szívesen visszahajlik olyan eredetiséghez, amit gyakorlatilag csak ezekből az esetleges fajátékokból lehet előcsalogatni, és ennek a kettőnek az ötvözete nagyon szép karakter egy ilyen fesztiválnak. A Hírös Agóra és a Círóka Bábszínház által szervezett rendezvény vasárnap is folytatódott, amikor a Bábszínház kapta a főszerepet. Az esős idő miatt az eredetileg szabadtérre tervezett programok a Hírös Agóra épületében koncentrálódtak. Két helyszínen is folynak az előadások óránként váltva egymást, itt lent az aulában, illetve az emeleti termekben. És az interaktív játékok, amelyeket szintén meghirdettünk, azok sem maradnak el. Tekergőtér játékaival éppen játszanak itt a hátunk mögött, illetve Paprika Jancsi csúszlizdája pedig az épület előtt várja a gyerekeket. Az előadások valamennyien vendégelőadások, az ország legizgalmasabb és legjobb társulatait szemezgettük össze, tehát most vendégekkel találkozhatnak a nézők, illetve a Círóka Bábszínház egyetlen egy előadással képviselteti magát Apró Ernő előadásában, ugyanis a mi társulatunk most 1000-rel bemutatóra készül, úgyhogy a társulatnak a tagjai jelen pillanatban is próbálnak bent a Círókában. A gyermeknapra a Vajdaságból is érkeztek az IPA Interreg határon átívelő projektnek köszönhetően, amelyben a Hírös Agóra is részt vesz partnerintézményként. Pályázatuk gerincét Bartók Béla és Kodály Zoltán munkássága adja, tudtuk meg Bodrogi Hajnalkától, a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ ügyvezető igazgatójától. Egy gyerekprogrammal és egy családi programmal látogattunk el Kecskemétre. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nagyon sokan érdeklődnek a program iránt. Az Aranykapu Játszóház animátorai különböző ügyességi játékokkal kedveskednek a kecskeméti gyermekeknek, valamint Szabadkáról érkeztek kézművesek is, akik megmutatják a helyi különlegességeket, helyi hímzéstechnikákat és különböző olyan technikákat, amelyeket a gyerekek könnyedén elsajátíthatnak. Az ötlet az abból indult, ugye, mivel hát Kodály és Bartók munkásságát szeretnénk ezáltal is az ő baráti kapcsolatukat képletesen bemutatni, hiszen ők is ugye a komoly zenét és emellett ugye a magyar tájegységek népzenéjét kutatták és abból merítkeztek, és ezt a képletességet és ezt a formát szeretnénk mi a mai világban megmutatni, hogy határok nem léteznek, hanem csak a kultúra létezik, ezt mi mint egy híd át tudjuk ívelni, és ezek baráti kapcsolatokká tudnak átalakulni az ismerettségek, és ezáltal úgy gondolom, hogy a két város desztinációja is, tehát népszerűsége is nő, hiszen olyan kulturális programokat tudunk ezáltal egyik településről a másikra utaztatni, amelyek vonzóvá és érdekessé tehetik azt a régiót. A gyermeknapon a híres Rescue Team is képviseltette magát a Deák téren, és mint mindig, most is nagy sikert arattak kereső kutyáikkal. Gyereknap alkalmából jöttünk ide ki, hogy megmutassuk a gyerekeknek, de természetesen a felnőtteknek is, hogy mivel is foglalkozunk, hoztunk több kutyát, kiképzett kutyát és növendékkutyákat. Van, aki csak statikusan lehet simogatni is,
és ugye az összes felszerelésünket elhoztuk, tehát a magasból mentő eszközeinket, alpintechnikai, a kutya kiképzéshez, egészségügyi felszereléseinket, az oktatóanyagainkat is, tehát ki lehet próbálni felnőtt és gyerek újraélesztést, először gumilabdákon, és amennyiben ez jól sikerül, akkor mehet az éles babákon. Híradástechnika, éjjellátótól a hőkameráig, a rádiókig, drónig mindent kipróbáltnak. A gyerekek megnézhetnek, sisakokat, eszközöket felpróbáltnak, kipróbáltnak, és természetesen kapnak érte tetoválást is, meg matricákat, és a szülők pedig tesztet is tudnak kitölteni, hogy mennyire vannak éppen otthon az elsősegély nyújtásban és a mentőkutyás munkában. És ha már gyereknap, egy pillanatra stábunk is megállt és leült játszani egy régi térbeli amőbával. Szerintük ez volt az egyik legmenőbb játék a kecskeméti gyermeknap kínálatában.